És kedves gyülekezet, én ugyanezzel a témával szeretném folytatni, szintén a harag kérdésével, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel nekünk kezdenünk, hogyan kezelhetjük, még ezen túl, mert ugye eléggé szerteágazó téma, ezen túl a haragunkat, és szeretnék kitérni ennek egy válfajára, amiről egyébként az ifjúsági tanításon már esett szó, ez pedig nem más, mint a sértődékenység. Hogyan kezelhetjük tehát a haragot, hogyan kezelhetjük a sértődékenységet? De legelőször is azt a kérdést érdemes föltennünk a Szentírás alapján, hogy lehet-e haragudnunk? Lehet-e haragudnunk? Mert ugye, hogyha az Ószövetséget olvassuk, meg az Új Szövetséget ugyanúgy, akkor lépten nyomon találkozhatunk olyan kifejezéssel, hogy maga az Isten is haragszik. Maga az Isten is gyűlöl. Na nem mindegy, hogy mit, vagy kit, vagy éppen a bibliai szerzői mondják ezt, de minden esetre a harag, az benne van pozitív szövegösszefüggésben a Bibliában, tehát a haragnak igenis van létjogosultsága. Csak azt tegyük gyorsan hozzá, hogy bár mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben olvashatunk haragról, az Új Szövetségben még egy érdekes kifejezést ajánlok mindenki figyelmébe, ott van például a bárányharagja kifejezés. Ízlegessük ezt egy picit. Ugye a messiásnak egy nagyon gyakran használt jelképe a Szentírásban a bárány. Hát a báránynál szelídebb állat nem nagyon van. És mégis a bárány haragja, tehát ennyire ellentétes, ennyire különleges ez a kép, amit itt láthatunk és olvashatunk. Szóval az Új Szövetség meg így érzékelteti, hogy igen, mind az Isten, mint pedig az ő fia, aki szintén isteni személy, ugyanúgy tud haragudni, és ez egy jogos harag, ez egy szent harag, hogy ezt a kifejezést használjam. Na de ott jön a kérdés, hogy rendben, az Isten részéről ezt láthatjuk. Haragszik a bűnre. Haragszik olyan szent haraggal, hogy bűnt és bűnöst el tud különíteni egymástól. De a kérdés még mindig kérdés, hogy nekünk lehet-e haragudnunk. Mert ugye egy dolog, hogy az Isten haragszik, de a másik dolog pedig, ugye, ami fölmerül, hogy vajon mi tudunk-e ilyen haraggal haragudni. Mert az ember talán könnyen kimondaná, hogy igen, akkor szent haraggal lehet haragudni. Ahogy az Isten haragszik, úgy haragudhatok én is. De vajon képes-e az ember erre? Nem könnyű kérdés egyébként, de nézzünk meg egy igét ebben a vonatkozásban Jakab apostol leveléből az első fejezet 19.-20. versét. Tehát Jakab apostol levele első fejezet 19.-20. verse a következőképpen hangzik. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Azt mondja itt az ige, ugye több fontos dolgot leszögez, hogy egyrészt legyen minden ember gyors a hallásra. Tehát az, hogy mi mit hallunk meg, az, hogy nekünk éles legyen a fülünk, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De aztán, amit meghallunk, arra nem biztos, hogy azonnal kell válaszolnunk. Ez sokszor már egyébként vérmérséklet kérdése is, hogy tényleg milyen típusúak vagyunk. Mert aki ugye indulatosabb, aki ugye gyorsabb gondolkodású, meg gyorsabb beszédű, az, hogyha hall valami sértő, vagy olyan dolgot, ami őt felbőszíti, hát akkor egyből válaszolni fog, és oda vet valamit, és oda dob valamit, és könnyen elképzelhető, hogy abból aztán nagyon gyorsan kialakul a konfliktus. Na most itt is csillapít bennünket az ige. Tehát azt mondja, hogy ember, gondold meg, legyél gyors a hallásra. Tehát az az egyik dolog, hogy nálad ez hogy működik, de gondolj bele abba, hogy mennyire fontos dolog, hogy igen, te meghalld azt, amit mondanak, na de a következő tanás, hogy késedelmes a szólásra. Nem lehet kihagyni azt, amit ugye a gyerekeknek el szoktunk mondani, gyerek tanítók ezt kívülről tudják, de könnyen lehet, hogy a gyerekek is kívülről tudják, hogy gyerekek, hogyan segít bennünket az Isten arra, hogy többet hallgassunk, mint amennyit beszélünk, hogy hány fülünk van, ugye 2, és hány szánk van, 1. Hát ez azt jelenti, hogy már is 2-szer annyit kell nekünk hallgatnunk, mint amennyit beszélünk. Csak ez sokszor nagyon nehéz megtenni. Tehát a gyerekek általában sokat szoktak beszélni, van, aki nem persze. De mi felnőttek is ilyenek vagyunk sokszor, hogy inkább beszélünk, inkább mondjuk, ahelyett, hogy csendben hallgatnánk, és az Isten elé vinnénk azt a sok-sok terhet,
amit esetleg a másiknak mondanánk ki. Szóval azt mondja az ige, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, és itt jön igazából a lényeg, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát azt mondja az ige, hogy az emberi harag, figyeljünk jól, az emberi harag, tehát igazából ez egy olyan dolog, hogy voltak épp az Isten igazságával nem hozható összefüggésbe. Itt már úgy tűnik, hogy szinte választ is kapunk erre a kérdésre, mert ugye azt mondtuk, hogy az Isten haragudhat szent haraggal. Ez egyértelmű az igéből. Na de az ember mit csináljon? Tehát az embernek valószínűleg ki kell mondania azt, tehát most már nem sokra vagyunk tőle, hogy voltak épp ilyen szent haraggal csak az Isten tud haragudni. Mi emberek az esetek óriási többségében ilyen szent haraggal nem nagyon tudunk haragudni. Tehát, hogy kizárólag a bűnre haragudnánk. Abban általában benne van a bűnös, általában benne van a másik ember, általában őt is belevonjuk a harag körébe, és onnantól kezdve a Jakab 1.20 érvényes ránk, hogy ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ne mondjuk könnyedén azt, hogy igen, szent haraggal haragszom, és nekem így lehet haragudni. Tehát azért legyünk óvatosak, legyünk visszafogottak. Mert az emberi harag általában nem tisztán harag, olyan értelemben, hogy csak a bűnre haragudjon. Na nézzük még tovább ezt a kérdést. Mert nézzük meg azt, hogy milyen is az isteni harag. Tehát nézzük meg azt, hogy milyen is volt az, amikor Jézus tényleg úgy lépett föl, hogy az valami egészen döbbenetes volt, döbbenetes hatású, olyan értelemben, hogy jött a templomba, és aztán azt megtisztította. Nézzük meg ezt a történetet. Máté evangélium a 21. fejezetéhez érdemes lapoznunk, és Máté evangélium a 21. fejezetéből a 12. verstől fogom felolvasni az igét a 14. versig. Tehát Máté evangélium a 21. fejezete 12. verstől, de legelőször is elmondanám azt, hogy ugye templom tisztításról alapvetően két esetben tudunk a Szentírásban. Ezt jó, ha rögzítjük így magunkban. Jézus egyrészt a szolgálata elején tisztította meg a templomot. Ezt egy helyen olvashatjuk egyébként az igében, János evangélium a 2. fejezetében. Tehát ott van egyrészt egy templom tisztítás, amikor fellép, ugye fiatalok talán emlékeznek, nagy judeai szolgálat, tehát ott kezdte a szolgálatát. Egyrészt ott van egy templom tisztítás, másrészt a szolgálata végén van egy templom tisztítás, mert nézzük csak meg a 21. fejezetet. Itt olvashatjuk a címben, amit itt ugye később tettek ide címként, fejezet címként, hogy Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Tehát ez az a bizonyos virágvasárnapi bevonulás, ez az az időszak, vagy az az időpont, amikor már csak 5 nap választ el bennünket attól, hogy Jézust keresztre feszítsék. Tehát szolgálata elején, szolgálata végén mind a két esetben van templomtisztítás. Na, hogyan zajlik ez le? 12. verstől olvasom a 14. versig az igét. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta. És mondta nékik, megvan írva, az én házam imádságházának mondatik. Ti pedig a szlatrognak marlagjává tettétek. És mentek hozzá a vakok és sánták a templomban, és meggyógyította őket. Azt olvashatjuk tehát is, itt az igében, hogy amikor Jézus bemegy a templomba, kiűzi mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban. Ez is döbbenetes egyébként, a két templom tisztítást egymástól körülbelül 3 vagy inkább 3,5 év választja el. Tehát nagyjából ennyi, tehát ahogy itt a bibliai időrend alapján ezt fel tudjuk mérni. Volt hatása az elsőnek is, kétségtelen, de itt vagyunk a másodiknál, eltelt néhány hónap, eltelt körülbelül 3 év, és azt látjuk, hogy ugyanúgy ez a visszarendeződés megtörténik, mert ugye nyilván arra hivatkoznak a zsidók, hogy áldozatokra már pedig szükség van, ezeket a dolgokat ugye be kell szerezniük azoknak, akik ezt korábban nem tudták megtenni. Egyébként nincs ezzel probléma, tehát isteni előírás volt ugye Mózes könyveiben, hogy lehet vásárolni az áldozathoz állatokat, csak éppen ezt nem a templomban kellett volna megtenni. Tehát itt volt a nagyon nagy baj, például az egyik gond ezzel az egész dologgal, hogy itt ilyen árusítás történt. Na most azt mondja itt az ige, hogy a pénzváltók asztalait Jézus és a galambárosok székeit felforgatta, tehát ezt ugye egy pillanatra képzeljük magunk elé,
Könnyen elképzelhető, sőt, egészen biztosnak tűnik, hogy Jézus fizikai értelemben nyilván senkit nem bántott. Tehát senkire nem emelt kezet. Tehát ezt ne így képzeljük el. De ami eszközt fel tudott borogatni, az felborogatott azért, mert ez a bizonyos szent harag volt benne, hogy micsoda dolog az, hogy az én házam imádságházának mondatik, és ti pedig a szlatrognak barlangjává tettétek. Tehát ha egy pillanatra így magunk elé képzeljük, vagy próbáljuk magunk elé képzelni a jelenetet, hát ez egy egész félelmetes dolog, nem? Tehát, hogy ott van maga a megváltó, ott van az emberiség teremtője, és akkor a templomok belül ilyet csinál. És hogyha elkezdünk azon gondolkodni, és itt érünk el a lényeghez, hogy vajon Jézusnak a viselkedése, a hangneme, egyáltalán az emberekkel való bánásmódja milyen lehetett, akkor arra nézve egyértelmű támpont a 14. vers. Olvassuk csak tovább az igét. Azt mondja, mentek hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyította őket. Érdekes, nem? Tehát egyrészt megtörténik a templomtisztítás, másrészt nem olvassuk azt, hogy Jézust ez annyira felzaklatta volna, hogy rendkívül dühös volt, hogy mondjuk hosszú percek kellettek volna ahhoz, hogy ő lecsillapodjon, lenyugodjon. Tehát ilyen nincs a Bibliában. Csak az van benne, hogy megtörténik, és rögtön utána mentek hozzá a vakok és a sánták, és meggyógyította őket. Tehát nagyon úgy tűnik, meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy bizony nem emberi, egyáltalán nem emberi volt ez a mozzanat, hanem nagyon is isteni az Isten részéről, az Isten fia részéről. Úgy haragudott, úgy volt szent haraggal teljes mindazok iránt, akik ugye az ördög akaratát cselekedték, hogy közben a jelleme vonzó maradt azoknak, akik meg gyógyulásra vágytak. Mert egy dühös, egy indulattól fűtött, egy szinte az indulattól remegő emberhez, hát ki akar közeledni? Nyilván senki. Tehát messze, nagy ívben elkerüljük. Tehát majd, ha lenyugszik, akkor oda megyek. Itt ilyet nem olvashatunk. Megtörténik, és már mennek is a vakok és a sánták. Tehát nyilvánvaló, hogy Jézusnak ehhez nem kellett mondjuk idő, hogy úgy megnyugodjon, meg úgy az egésznek a terhét letegye. Nem, mert miközben ő teljes gyűlölettel gyűlölte a bűnt, aközben teljes szeretettel tudott azok iránt fordulni, akik tényleg úgy mentek hozzá, hogy gyógyulásra, hogy tanításra, hogy segítségre vágytak. Szóval nagyon-nagyon szép ez, amit itt olvasunk, és nagyon szép az, hogy folyamatosan ezt a kettősséget lehet észlelni, hogy egyrészt rendkívül határozott a bűn elítélésében, másrészt meg nagyon szeretetteljes mindazok iránt, akik őt be tudják fogadni. Hát persze azok iránt is, akik őt nem tudják befogadni, de ott már nyilván más viszonyulásra is szükség volt, mert igazából nem nagyon tudott eredményt elérni, tehát nem nagyon tudott a szívükhöz közel férkőzni. Azok esetében, akik ugye nem akartak engedni az ő szavának. Különleges tehát ez a Jézusi bánásmód, és nagyon-nagyon szép. Jegyezzük tehát meg ezt. Mert egyrészt van templomtisztítás, kétségtelen, kettő is, de rögtön a második után, ugye az ige itt jegyzi föl, rögtön a második után az emberek mennek hozzá. Nem tartja őket vissza semmi, nem taszítja őket semmi, nincs benne semmiféle olyan, amit ők ne tudnának elhordozni, ne tudnának elfogadni, vonzó volt a jelleme. Akkor is, amikor ennyire határozottan, ennyire szent haraggal teljesen lépett föl. Nézzünk meg egy másik igét. Efézusi levélhez kérem, hogy lapozzunk, és az Efézusi levél 4. fejezetének 26. versét olvasom. Tehát Efézusi levél 4. fejezet, és ott a 26. vers. Ez egy érdekes ige, mert hát elég különleges kérdést vet föl. Azt mondja az Efézus 4.26-ban Pál apostol, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Azt mondja, haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Pál apostol pontosan tisztában van azzal, hogy az embertől a harag, az indulat, nevezhetjük indulatnak, vagy indulatosságnak is, mert aki nem annyira haragvó ember, az is tud indulatos lenni. Tehát ez egy fontos dolog egyébként, hogy ezt lássuk. De lényeg az, hogy aki igazából az indulataival küszködik, az könnyen lehet, hogy tisztában van azzal, amiről az apostol beszél. Igen, a harag egész egyszerűen csak úgy jön
a napunk folyamán, bármilyen élethelyzet szinte előhozhatja, és itt adja az apostol azt a tanácsot, hogy ha már egyszer haragudtok, akkor ne vétkezzetek oly módon, hogy a haragot elkezditek ápolni a szívetekben, és a haragot tovább viszitek a másik napra is. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Fontos olyan értelemben, hogy vajon tudjuk-e kezelni a haragunkat. Mert még egyszer mondom, nem különösebben meglepő, hogyha a harag az úgy jön. Tehát egész egyszerűen, ugye sokszor az ember nem tud mit csinálni, egy pillanat alatt ott van. Azt mondja az apostol, hogy ha már egyszer ez történik, legalább ne vétkezz. A nap le ne menjen a ti haragotokon, magyarán rendezd el, akire te haragudtál, rendezd el azzal, kezeld a haragot olyan módon, hogy ezt az Isten elé tud vinni. Lehet, hogy az első pillanatban nem fogod tudni az Isten elé vinni, mert képtelen vagy rá, mert olyan állapotban, olyan ideg állapotban vagy. De akkor a másodikban, a harmadikban, vagy a nap végén legalább. Szóval ezt tegyük meg. Fontos egyébként, amit itt az apostol mond, és nyilván nem ad felmentést, tehát ugye egy másodpercig nem lehet érzékelni ezt a szavaiból. Na most azért is fontos a harag kezelése, mert ahogy a kezdetnél is jeleztem, ugye én nem csak a haragról szeretnék beszélni, hanem a sértődékenységről is. Valakinél olvastam egyszer ezt a meghatározást, és nagyon elgondolkoztatott. Azt mondta, vagy azt írta az illető, hogy a sértődékenység az tulajdonképpen nem más, mint palackba zárt harag. Palackba zárt harag. Mert ugye, hogyha valami sértőt mond az egyik a másik emberre, könnyen elképzelhető, hogy az az illető nem adja ki azonnal az ő haragját, nem adja ki azonnal az ő indulatát. Könnyen azért, mert elképzelhető, hogy keresztény, és tudja jól, hogy hát keresztény embernek nem kell ilyet csinálnia, vagy nem tanácsos ilyet csinálnia, nem szép dolog, hogy haragszik a másik emberre, de mégis sértődékenyé válik, mégis megsértődik valamin, elzárja ezt a haragját a palackba, és aztán, hogy mikor nyílik ki az a palack, meg mikor jön ki onnan az a harag, az egy másik kérdés, de bármikor kijöhet. Tehát ezért nagyon fontos kezelni a mi haragunkat. Mert hogyha nem kezeljük, hogyha nem tesszük az Isten elé, hát akkor hogy tud nekünk segíteni az Isten? Akkor hogy tud olyan kapcsolatokat teremteni a mi életünkben, hogy tényleg ott az Isten áldása van, tehát ott az Isten tud működni? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy az Efézus 4.26-ot azt megszívleljük-e. Mert még egyszer mondom, hogy ha itt kezelés nem történik, akkor abból súlyos problémák lehetnek. Érdekes dolog ez a sértődékenység, mert van, hogy a sértődékenység alapvetően egy nyílt dolog. Olyan értelemben nyílt, hogy ha valaki megsértődik, azt egyből látjuk. Nem? Vannak ilyen emberek. Tehát akiken egyből látszik, hogy igen, most ő megsértődött, mert valami nagyon rosszul esett neki. A másik dolog az, és a másik vonulata ennek az, hogyha valaki esetleg palástolja a sértődékenységét, vagy a sértődöttségét, és itt jön ez az effektus, itt jön ez a hatás, hogy ugye palackba zárja a haragot, és aztán, hogy mikor jön ki, az egy másik kérdés. Egyik se jó. Tehát sem az, hogyha valaki könnyen sértődik, majd mindjárt fogok erről részletesebben beszélni, sem az, hogyha bár megsértődött az illető, de ezt nem mutatja, de a lelkében ápolja a sértődést vagy a sértődékenységet. Egyik se jó. Tehát ehhez képest az Isten megoldást kínál. És ugye még egyetlen fontos dolog, azt, amit érdemes magunkban rögzítenünk, igazából amilyen gondolati pályákat befutunk, amikor a sértődékenység vagy a harag előkerül, az azért nagyon fontos azzal tisztában lennünk, mert voltaképp itt mindig egy személy áll a középpontban. Nem maga az Isten, tehát akkor, amikor ezek a játszmák lezajlódnak, nem maga az Isten, nem a másik ember, hanem én magam. Mert ugye mondott a másik valami sértőt, és a természetes emberi reakció az, hogy megsértődöm. Tehát ez nagyon sokszor leszokott játszódni. Mert a megsértődött ember is könnyen mondhatja azt, hogy ne sértődtem volna meg, lehet, hogy csak a lelkében mondja, hogy ne sértődtem volna meg, hiszen úgy megsértett. Hát annyira sértő dolgot mondott. Na de itt jön be a keresztényi viszonyulás, itt jön be az a viszonyulás, amit az ígében olvashatunk, hogy vajon mondjuk Jézus hogyan kezelte ezeket a helyzeteket. Tehát hogyan kezelte azt, amikor őt direkt bosszantották. Amikor szándékosan megsértették,
Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés. Mert a mi fejünkben ez ugye összefügg. Még a magyar szóban, magyar kifejezésben is összefügg. Sértésből lesz a sértődés. Sértésből lesz a sértődékenység. Tehát nagyon-nagyon elválaszthatatlannak tűnik. Jézus viszont azt mondja, és az ige azt mondja, hogy a kettő között van egy határvonal. Na megnézzük, hogy pontosan miről is van szó, és mi is ez a határvonal. Ézsaiás könyvében a 42. fejezetet érdemes föllapoznunk, innen olvasom majd a következő igét. Tehát Ézsaiás könyve 42. fejezet, és ott a 19.-20. verset fogom olvasni. Tehát Ézsaiás 42, 19-20. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Eddig olvasom csak. Nagyon érdekes ez, pláne hogyha megnézzük még a 18. verset is, tehát érdekes ez az ige szakasz, mert a 18. versben meg azt írja, ó ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok. Azért érdekes, mert hogyha elgondolkozunk a messiás szolgálatán, akkor ugye ezzel a 18. verssel talán könnyebben tudunk azonosulni olyan értelemben, hogy hát kikhez is jött a messiás, ugye megint csak a fiatalokra utalok, erről beszélgettünk éppen 9:30-tól, kikhez is jött? Hát azok, akik szegények, azokhoz, akik vakok, akik foglyok, tehát mindazokhoz, akiken ugye tud segíteni. Azt mondja, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok. Hogyha eddig valaki bizonytalankodott, hogyha eddig valaki csak úgy a sötétben tapogatózott, hát itt van a megváltó, és ő elhozza nektek azt a kincset, amit az Isten át akar adni nektek. Tehát mondom, ez a gondolati vonulat talán is ismerős sokunknak. Na de ehhez képest nézzük meg a 19. verset. Azt mondja, kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Érezzük ezt a feszültséget? Az igében nagyon sokszor megfigyelhető ez a feszültség, és érdemes is felfedeznünk ezeket a feszültségeket, hogy először arról beszél, hogy igen, én meg akarom nyitni a vakok szemét, és meg akarom nyitni a süketek fülét. Ehhez képest elküldi az ő szolgáját, akinél vakabb és süketebb nincs. Hát ezzel meg mit lehet kezdeni? Nem? Tehát teljes ellentmondásnak tűnik. Azt mondja, ki olyan vak, vagy kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Kedves gyülekezet, itt van a megoldás kulcsa ebben az esetben. Mert ugye mi történik akkor, hogyha bennünket megsértenek? Mi történik akkor, hogyha valami olyat mondanak, ami szinte úgy direkt, hogy fájjon nekünk, direkt, hogy rosszul essen? Mert azt látjuk, hogy Jézusnál, mintha lett volna egy fal, és hiába mondtak neki bármit, hiába idegesítették, hiába zaklatták egy csomó mindennel, hiába sértegették, tehát ez megint csak ezer mindennel azt lehet mondani, de ő mégse vette ezeket föl. Pontosan ez volt a titka, amit itt láthatunk az igében, hogy egyfelől nála élesebb szemű és élesebb fülű nem volt, mert egész egyszerűen érződött rajta, hogy az Isten van vele, a mennyei atya, másfelől pedig vak és süket volt a bántásokra. Tehát ezt mintha meg se hallotta volna. Nyilván meghallotta. Nyilván rendkívül élesen látta, hogy abban az adott emberben mi van. De azt mondta, hogy inkább küzdök máshogyan érte, de az ugye nem a küzdés része, hogy akkor én is ugyanúgy vágok vissza. Akkor én is ugyanúgy visszavádolom az illetőt, meg megsértődök, és ezért nem beszélek vele. Tehát nem ezt az utat követte. Azt mondta, hogy igen, van sértés, igen, van rengeteg bántás, amit kapok, de inkább imádkozom azért a másik emberért, inkább kilépek a helyzetből, és akkor megkeresem máskor, hogyha meg lehet keresni egyáltalán. De minden esetre ez a vakság, ez a süketség, tehát ez volt az, ami a megváltót jellemezte. Nagyon-nagyon érdekes ez, mert ez a bizonyos emberi játszma, hogy a sértésből lesz a sértődés, a sértésből lesz a sértődékenység, ez az emberi játszma nem futott végig az ő életében. Sértegették,
és azt mondja, vak és süket. Tehát ott megáll a történet. Persze itt lehet azt mondani, hogy na jó, de hát azért Jézusnál mégis ott volt az isteni segítség, ott volt az isteni származás, ott volt az a rengeteg plusz, az a rengeteg segítség, amit kapott. De mi erre meg azt mondhatjuk, hogy nekünk nem áll ez ugyanez rendelkezésünkre? Tehát ugyanúgy ott van ez a segítség, ugyanúgy ott van, nézzük csak a 19. verset, hogy ahogy ő is békességgel megajándékozott volt, hát mi nem lehetünk ugyanúgy békességgel megajándékozottak? Nem? Tehát hogyha a messiás jellemzője volt ez a békesség, akkor az Isten miért ne akarná ezt a békességet nekünk is adni? Tehát, hogy bármilyen helyzetben legyünk is, bárhogyan is bántsanak bennünket, bárhogyan is sértegessenek bennünket, egész egyszerűen ott van körülöttünk egy fal, amin a sértés, a bántás nem tud átjönni. És ahhoz képest, hogy ugye sértett ember módjára visszavágnánk, ahhoz képest más követünk, és sokkal inkább a másik javát szeretnénk elérni, valamiképpen szeretnénk rajta segíteni, akár úgy, hogy imádkozunk érte, akár úgy, hogy fáradozunk érte, bárhogyan is, de segítjük őt, mert ez az igazi krisztusi viszonyulás. 20. vers, csak hogy tényleg ne értse félre az ember. Ugye ezért van itt ez a 20. vers, hogy, mert annyira furcsa, annyira különleges gondolatnak tűnik ez a 19. vers, de a 20. vers megerősíti, hogy sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Tehát, ahogyan el is mondtuk, nála élesebb, szemű, fülű ember egész egyszerűen nem volt a történelem folyamán. Pontosan tudta, hogy mit látott és mit hallott. De azt mondta, hogy nem, innentől kezdve nincs tovább. Tehát ezt nem hallom meg, és ezt nem látom meg, mert egész egyszerűen egy szint után fölösleges rá válaszolni. Tehát kit tudok vele építeni? Másik ember biztos, hogy nem, mert képtelen befogadni. Magamat biztos, hogy nem, mert minek pazaroljam az időt. Tehát onnantól kezdve az volt, hogy akkor inkább máshogy fáradozott érte. Nagyon nagy bölcsességgel lehez ezt megtanulni, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az Isten is segíteni akar nekünk ebben. Míg a 21. verset olvassuk el, mert itt is egy fontos tanulságot találhatunk. Ezt írja. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Tehát az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Ne felejtsük el, amikor haragosak vagyunk, amikor sértődékenyek vagyunk, vagy megsértődtünk, alapvetően egyetlen valaki áll a gondolkodásunk középpontjában, mi magunk, tehát az én. Na most, ha Jézus ezt a modellt követte volna, elkezdett volna azon gondolkodni, hogy engem megsértettek, engem megbántottak, személyesen engem ért a bántás. Hát akkor könnyen elképzelhető, hogy ő is olyan választ adott volna, hogy na, mit képzelsz te, és akkor visszavág valamit. Tehát ugye, abszolút nem olvashatunk ilyet az igében. Azért, mert ő türelmesen ki tudta várni, és ugye nem az levegett a szem előtt, hogy vele mi lesz, hogy őt hogy bántják, hanem most jön a lényeg a 21. versben, hogy az Úr igazságáért azt akarta. Az Úr igazságáért. Tehát ott van a cél megjelölése. Mi volt a célja a messiásnak? Mi volt a célja annak, hogy ő egyáltalán itt volt a Földön? Nem az, hogy az emberek ráfigyeljenek, vagy őt dicsérjék, vagy dicsőítsék, vagy hogy elismerjék, hogy milyen nagy ige hirdető, meg milyen jó tanító. Szó nincs erről. Az Úr igazságáért. Az Úr igazságáért. Tehát mindig ez állt a középpontban. Nem az, hogy vele mi lesz, vagy hogy neki éppen mi lesz a sorsa, vagy mi lesz vele. Tehát ez egy sokadlagos kérdés. Nyilván foglalkoztatta, nyilván gondolkodott ezen, de mindenkor ez volt a szemei előtt, hogy igen, az a nemes cél, amiért én jöttem. Azt hogy tudom elérni? Akár én, akár a másik ember, aki esetleg engem megsért, de ott is azt szeretném elérni az ő esetében is, hogy ő is elfogadja ezt, hogy igen, az Úr igazságáért. Az Isten igazsága az, ami itt nem sérülhet. Tehát nagyon-nagyon szép ez a viszonyulás, amit itt láthatunk. Azt mondja, az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Akik olyan egyszerűen akarják kezelni a törvény kérdését az új szövetségen belül, azoknak ez egy nagyon komoly üzenet, de mindenkinek nagyon komoly üzenet. Tehát, hogy a törvénynek igenis az új szövetség idején is szerepe van.
a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Tehát nem azért, hogy lekicsinyelje az Úr törvényét, nem azért, hogy a háttérbe szorítsa, hogy hát itt nem különösebben fontos dolgokról van szó, nem, a messiásnak is ez volt a szolgálata, hogy az Úr igazságát és a törvényt felemelni. De onnantól kezdve akkor komolyan kell venni az Úr igazságát, tehát nem lehet azt mondani, hogy vannak nagyon fontos dolgok, meg kevésbé fontos dolgok, hanem az Úr törvénye az az Úr törvénye. Tehát az ott teljesen egyértelmű, hogy igen, az a vezetés kell, hogy érvényesüljön, amit az Isten elénk tár, amit Krisztus is ugyanúgy hozott. Tehát itt is azt látjuk, hogy nincs differenciálás, nincs különbségtétel a kettő között, hogy fontosabb, kevésbé fontosabb. Egész egyszerűen az Úr törvénye, az Úr igazsága van, és innentől kezdve ez a mérce. Nagyon lényeges ez, és lassan eljutva a végpontig, vagy a végkifejletig, itt nekünk ezt meg kell tanulnunk, mert akkor, amikor bizonyos helyzetekben benne vagyunk, akkor óhatatlanul is, tehát ilyen nehéz megpróbáló helyzetek, valamivel küszködünk, vagy valakivel küszködünk, aki mondjuk bánt bennünket, vagy sért. Tehát ezt meg kell, hogy tanuljuk, hogy soha nem rólam szól ez az egész történet. Soha nem én állok a középpontban, még akkor is, hogyha adott esetben az illető bennünket sért és bennünket bánt, hát ki mást. Ez szokott a legrosszabbul esni talán az embernek. Hanem mindig azt kell, hogy szem előtt tartsuk, hogy igen, az Úr igazságáért, tehát azt nézzük, hogy az Isten művéért mit tehetünk, az Isten ügyért mit tehetünk, annak a másiknak az életében is, annak a másik embernek a gondolkodásában is. Tehát a mi gondolkodásunk középpontjában, és itt jön a lényeg, nem mi magunk állunk, hanem az a másik ember és az Úr törvénye. Tehát ekkor lesz az önző emberből, az önző gondolatokkal rendelkező emberből egy önzetlen ember. Mert nem magára figyel pusztán, hanem nyilván magára is, tehát ez kétségtelen, tehát ezt nem lehet kihagyni a számításból, hanem a másik van a szeme előtt, és az Úr törvénye van a gondolkodása középpontjában. Egyetlen gondolat még ehhez, Ellen White írja egy helyen Jézusról, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Idéztem már itt ezt a gondolatot, de jó erre újra és újra visszatérni. Hát, hogyha Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét, akkor ebből ugyanúgy következik az, hogy nekünk is ezt kell tennünk. Tehát bármilyen helyzet legyen is, hogyan tudunk mi segíteni a másiknak, aki szükségben van. Ugye, ha ezt a gondolatot hozhatom, nyilván nem volt kényszeres segítő Jézus. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek olyan módon akart volna segíteni, hogy azt mondta volna, hogy most és itt nekem őt meg kell mentenem. Hát lehet, hogy nem tudott az illetővel mit kezdeni. Lehet, hogy egy árva szót nem tudott neki szólni, mert nem volt olyan helyzet, vagy a másik nem volt befogadóképes rá. Ez egy dolog, és akkor ezt lezárta. De akkor is éberen figyelte mindenki szükségletét. Hogyha nem is most, de lehet, hogy holnap, lehet, hogy a következő hónapban, vagy lehet, hogy egy év múlva, talán valamivel meg tudom szólítani, talán el tudok érni, el tudok jutni az ő szívéhez, de lehet, hogy akkor sem sikerül. Tehát ezt letette az Úr kezébe, letette az Atya kezébe, hogy mikor tud úgy formálni emberi szíveket, hogy arra az illető nyitott lehessen. Tehát ez is egy nagyon lényeges kérdés, semmi kényszeresség nincs ebben, csak a figyelem van benne. Tehát, hogy nem az, hogy nekem mik a szükségleteim, éberen figyelte mindenki szükségletét, aki körülötte volt, mindenkiét. És kedves gyülekezet, egyetlen igét még talán zárásul, Ézsaiás könyvéből szintén az 50. fejezet 7. versét. Az 50. fejezet 7. versét a következőképpen olvasom. Ez is egy messiási jövendőlés egyébként, nem említettem, hogy ugye Ézsaiás könyve 40-41. Fejezetétől elkezdődnek az úgynevezett Ebed Jahve énekek, tehát az Úr szolgája énekek. Ugye itt talán a legszebb messiási jövendőléseket láthatjuk ebben a szakaszban Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből tehát a 7. vers a következőképpen hangzik. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Azt mondja, az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova. Tehát egész egyszerűen ezek a sértések, ezek a bántások, az a rengeteg értetlenség, amit tapasztalt a farizeusoktól,
a zsidó nép vezetőitől, általában a zsidó néptől, a tanítványoktól, és vég nélkül lehetne sorolni. Tehát ezek az értetlenségek, ezek a dühítő dolgok, vagy idegesítő dolgok, talán mi ezt így mondanánk, ezek egész egyszerűen szinte el se jutottak hozzá, miközben vele történt mindez, azért, mert olyanná tette az ő képét, mint a kova. Miért? Azt mondja, mert ugye rögtön így kezdődik a mondat, hogy az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Mert ott volt vele a mennyei atya. Ott volt vele az a segítség, akinek a jelenlétében igazán el tudott csendesedni mindenféle körülmény közepette. És azt mondja, tudtam, hogy szégyent nem vallok. Nagyon-nagyon érdekes ez, tehát miközben Jézus éberen figyeli mindenki szükségletét, aközben gyengéd és szeretetteljes tud lenni, és aközben vak és süket, és a képe, mint a kova, olyan tud lenni. Tehát ez valami egészen különleges szépsége és mélysége a Jézusi jellemnek. De hát ilyen volt. És azt gondolom, hogy ilyen módon mindenféleképpen ő példa lehet számunkra. És senki nem mondhatja azt, hogy ez egy követhetetlen példa. Nem, hát az Isten ezt szeretné elérni. Hogy kerüljünk bármilyen helyzetbe, ő ott van. Ő segít nekünk. Lehet, hogy ez nem lesz annyira megpróbáló, mondjuk a mai napon, vagy a holnapi napon, de könnyen elképzelhető, hogy a terhet szép lassan, fokozatosan növeli. Azért, hogy bennünket megpróbáljon, azért, hogy belülünk a salakot kitisztítsa. És kedves gyülekezet, egyetlen igét még a zárszó után, tehát utolsó utáni ige, többet már tényleg nem fogok idézni, a 84. Zsoltár 12. verse. Mert ez is nagyon szépen fejezi ki mindennek a lényegét, amiről szóltunk. Tehát a 84. Zsoltár 12. verse a következőképpen hangzik. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Azt mondja, nap és pajzs az Úristen. Hát, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen az Istennek hálát adhatunk, csak még egyszer mondom, ezen a félmondaton nem is olyan könnyű túllépni, hogy ha ezt komolyan vesszük. Mert persze jelképnek szép, nap és pajzs, hát ugye a nap, ami az égen ragyog. Az ige máshol azt mondja, hogy néha nem látják a napot az emberek, noha az az égen ragyog, de aztán szélfut át rajta is kiderül. Persze, mert ott vannak előtte a felhők. Aki már ült repülőn, azt tudja, hogy valami egészen különleges érzés a felhők fölé menni, és ott meglátni, hogy ott mindig ragyogó napsütés van. Gyönyörű dolog. De azt mondja, nap és pajzs az Úristen. Tehát egyfelől ott van az égen, egyfelől ott van, és lát, és vigyáz rám, és mindent szemmel tart. Másfelől pajzs, tehát ez azt jelenti, hogyha valamiféle bántás jön, valamiféle törszúrás, valamiféle olyan bántás, amire azt lehet mondani, hogy na, ez aztán tényleg egy aljas támadás, akkor is nem jut el hozzám, nem ér el hozzám, mert ott van a pajzs körülöttem. Tehát ez ugye egy olyan pajzs, ahogy a 139. Zsoltár mondja, hogy elől, meg hátul, meg fölöttem ott van. Tehát ez nem egy ilyen hagyományos katonai pajzs, hogy az ember maga elé teszi, hanem az Isten pajzsa ennél sokkal több, körülvesz bennünket. És onnantól kezdve jöhet bármilyen fegyver, nyilvessző, láncsa, vagy bármi, tehát onnantól kezdve egész egyszerűen nem jut el hozzánk, hogyha a pajzs mögül, vagy a pajzsból nem lépünk ki. Ha kilépünk, persze eljut. Ha kilépünk, persze megsebez. Ha nem lépünk ki, akkor a pajzs felfogja. Tehát ezért hatalmas dolog ez, amiről itt szólunk, itt a 84. Zsoltár 12. verse, nap és pajzs az Úristen. És azt mondja, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Hát ez az a magasság, ahova az Isten mindannyiunkat szeretne elvezetni, de ne felejtsük el, hogy folyamatosan ott van a segítség. Mert mi könnyen lehet, hogy még ott tartunk, hogy amikor dühítő dolog van, akkor mérgesek leszünk, akkor haragosak leszünk. Persze, az Isten pontosan tudja, hogy mikkel küszködünk, de lépésről lépésre el szeretne bennünket vezetni oda, hogy igen, nap és pajzs legyen folyamatosan az életünkben. És el szeretne bennünket vezetni oda, hogy mi is ugyanolyan vakok és süketek legyünk a sértésekre, a bántásokra, mint ahogy a Messiás, az Isten szolgája az volt. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy ez így legyen, és kívánom, hogy valóban az Úr segítsen bennünket ilyen győzelmekre jutni. Amen.